1956. október 23-ára emlékezünk ezen a mai napon, itt a városi ünnepségen az 56-os emlékműnél. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a lakosságot, a civileket, a város képviselőit, a politikai pártok képviselőit és a meghívott vendégeket. Lajkó Gábor, október 23. Október, meséld el titkodat, mit féltve őrzöl oly régen. Nem kell már szorongva hallgatnod, beszélni róla nem szégyen. Mondd el, hogy miképpen özönlött utcára több ezer ember. Szabadság, te érted, kiáltod meg annyi dübörgő fegyver. Kivágott címerű zászlókat emeltek magasba ifjak. Benzines palackkal kezükben, tankokkal csatákat vívtak. Kitörött üvegű ablakok látták a kavargó örvényt. Joghelye gyakran a gumibot mondta ki fájon a törvényt. Recsegve szólalt a rádió, remélve a szabadságot. Lánglelkű emberek tömege áhítva csak erre vágyott. Óriás kőszobrok ledőltek, elnyúltak némán a földön. Ártatlan, megkínzott foglyokat engedett el most a börtön. Vöröslő csillagok hullottak, lánctalpak zörögtek végig. Milliók meggyötört sóhaja felszögött egész az égig. Utcákon szerteszét feküdtek, hevertek némán a holtak. Félrevert harangok megtörve feketén kongtak. Az imént a térzenét Kunavali és testvéreitől hallottuk, és az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából most ezt a kis verset Palotai Tíme előadásában hallgattuk meg. Továbbra is a Prima Díjas Kuna testvérek műsora emeli a hangulatot. Most pedig felkérem dr. Nagyváradi László urat megemlékező beszédére. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A város vezetése az önkormányzat felkérésére ma én emlékeznék meg, illetve idézném fel gondolataimat az 56-os forradalommal kapcsolatban. Ugye, ahogy körülnézek, azt látom, hogy nem sokan éltünk akkor, amikor ezt a forradalmat ugye a hősök kivívták. Az a helyzet, hogy mégis itt vagyunk, és emlékezünk rájuk. A gyerekeinknek, vagy én is, amikor fiatal voltam, nem tudom, mit jelentett az, hogy hős. Ugye a mesékből olvastunk róluk, és talán olyanokat képzeltünk el róluk, hogy valami fantasztikus emberek voltak, akik talán nem is közénk valók. Ahogy az ember öregszik, rájön, hogy ők is élték az életünket, mint mi napjainkban, és egyszerűen tették a dolgukat. És történtek események, természetesen tudjuk a történelmünkből, hogy amit a zászlóból kivágtak, amit az emlékműben is látszik, a lyukas zászló jelkép, az egy másik birodalomnak a jelképe volt, amit kötelező volt használni a mi trikolorunkban, amely 48 óta díszíti az életünket, és jó szívvel viseljük magunkon. Nos, 56-ban az történt, amit már nagyon sokszor elolvashattunk könyvekből, bár különbözőképpen. Én magam, nagyon jól emlékszem, hetedikes voltam, amikor hiányzásmentes tanévért kaptam egy könyvet ajándékba. Nem azért, mert jeles voltam, hanem mert nem hiányoztam az iskolából. Ez a könyv az volt, hogy Köztársaság tér 56, ma is megvan, ellenforradalom. Akkor még november 7-et ünnepeltük természetesen, erre sokan emlékezhetnek még, majd változtak az idők. És nagyapámmal volt szerencsém több évet együtt élni, édesapám 56-ban katona volt. Harmadik évét töltötte, 20 éves volt akkor, még szerencsére köztünk van, és tudtam velük beszélgetni. Nagyapám azt mondta, egyszerűen olyan eufória volt, olyan érzelmek csapottak fel bennük, hogy ez vége lehet. Vége lehet annak, hogy ő is, ha nem aratta le a buzáját, akkor bezárták. Ha learatta, akkor túl korán aratta le, azért volt egy hétig a Kulik Gyula utcai börtönben. Tehát elképesztő volt az, amit az emberek itt ebben az elnyomásban átéltek. Talán az ember hát a megborzong, de nem is tudjuk elképzelni. 1,5 millió ember volt úgymond bűnös, és figyelték meg a titkosszolgálat emberei. És mindenki rettegett, ugye, hogy jön az autó, elviszi, miért viszi el, mit csinálnak, lesöplik a padlásot és egyebek.
majd Rákosi meghal, ugye, természetesen, és Sztálin is meghal, és aztán Lengyelországban 56 nyarán megmozdulnak az emberek. Valami olyasmit mertek csinálni, amire azt vállalták fel, és itt jön a hős, amit ma már így értelmezek én is, hogy tudta, hogy ha ez elbukik, és valószínű Góliáttal szemben Dávid ritkán győz, akkor megy a börtönbe. És ha szerencséje van, akkor csak éveket tölt ott, vagy évtizedeket, és túlélheti, de ha nem, akkor még ugye a halál is várhat rá. És nagyapám is azt mondta, amikor ezt meghallották, ő Pécsváradon élt akkor már 8 éve, mert előtte éppenséggel kitelepítették ugye a 48-asokat Felvidékről, és ment leverni a vörös csillagot az ottani szovjet emlékműről, és ott boldogok voltak. Aztán persze ebben az ünnepben nekem is mindig eszembe jut az, hogy 2 hetünk van, és 2 hét múlva arról emlékezünk meg, hogy eltiporják a forradalmat. Apukám azt mondja, hogy Maléter Pálék hazaküldték a katonákat a laktanyából, Budaörsön volt katona, és itthon, ott a Zsolnai gyárnál, Zsolnai domnál, aki így ismeri, valaha még ilyen sárga kerámia burkolat volt az úton. Jól csúszott esőben. Hát oda dobálták ki ők, mint lakatosok, a gépzsírt az útra, és jöttek az orosz tangok, és pörgött a lánckerekük, nem tudtak tovább menni. Ez is hősiesség volt? Nem gondoltak arra, hogy most hősök. Egyszerűen úgy gondolták, hogy ezt meg kell tenni. Most van egy lehetőség. Aztán persze jött Góliát, és még összevisszaság volt, hiszen percről percre le tudjuk írni, mi történt. Nagyon sokan megírták szerencsére, ezért is nagyon fontos a történelemnek a kutatása, hogy mire emlékezünk, és ezt hogyan tudjuk értelmezni a múltban, illetve a jövőben. Úgyhogy forradalom és szabadságharc lett ugye az elnevezés természetesen, és fiatal emberek jártak, akár diákok, ugye az egyetemistákról nem is beszélve, akik elindultak, meg volt a felvonulásuk, amit már tegnap este ugye meg is ismételnek, olyan pici gyermekek, és néztem a tévében, mind akik itt állnak, és mondhatnánk semmi közük a forradalomhoz. De mindenkinek van apukája, nagypapája, akivel esett, vagy dédapja, akivel nem is találkozott, és átélte ezt a néhány napot, ezt a 2 hetet, amikor olyan emberek jöttek onnét keletről, és ezt már itt még édesapám mondta, hogy bejöttek, már korábban is voltak bent ugye a szovjetek, és a tankból kiszálló orosz azt kérdezte, hogy hol van a Reka Nyila, vagyis hogy a Nílus folyó hol van, mert odaért egy nagy folyóhoz, ami a Duna volt. Ugye a történelemben sokszor több esemény is történik. Ekkor éppen volt egy szuezi válság, ami a világ figyelmét elterelte rólunk. És annyian segítettek, egyébként kaptunk Ausztriából és más helyekről is élelmiszert, segélyeket, gyógyszert, kötszert, de végül is a világ oda összpontosított arra az érzékeny gócára a szuezi területnek, és a britek és a franciák ott voltak, ezzel foglalkoztak. Míg Nagy Imre, amikor segítséget kért és kijelentette, hogy semlegesek vagyunk, azok szeretnénk lenni, és a keleti blokkból ugye kivonulni, a Varsói szerződésből kihátrálni, vagyis kilépni belőle, akkor a Eisenhower azt mondta Amerikában, hogy nagyon elismeri a magyar hősök tetteit, és hogy az utcákon harcolnak egy hatalmas ellenséggel, vagy egy rendszerrel szemben, de most nem foglalkozik Magyarország forradalmával. Úgyhogy az orosznak ez egy meghívó volt ilyen szempontból a világpolitikában. Zöld útlevél mondhatnánk, és jöttek a harckocsik. Egy részük kifelé vonult Budapestről, mert már ugye a Nagy Imre féle mozgolódás és tervezés az úgy tűnt, hogy megnyitja számunkra az utat a béke és a forradalmi győzelem felé. Aztán végül is egy másik hatalmas nagy tankoszlop elérte Budapestet, és a forradalmat ugye majd leverik. De mai napon még nem erre kell emlékeznünk, 23-án még tényleg ez az eufória járta át az emberek lelkét, és hát Budapest természetesen a főváros, ott történtek az események, de ne feledjük itt Baranyában is. Nem véletlenül állította a városunk ezt az emlékművet is, hiszen itt is megvoltak azok a hősök, akik ténylegesen is tettek valamit olyan szempontból, hogy bátran kimentek az utcára, vagy segítették a mecseki láthatatlanokat. A legtovább ők tartották fenn magukat. Gondoljunk bele, az erdőbe bujkálni, a család otthon van. Vajon mi lesz? A családért mennek? Elviszik őket? Vagy engem megtalálnak az erdőben? Tehát vannak olyan
voltak ilyen riportok, amelyeket elkészítettek még annak idején az mecseki láthatatlanok közül, akik megmaradtak. Persze lassan felmorzsolták őket természetesen, vagy hát sajnálatos módon, de ők is úgy gondolták, hogy ezt meg kell tenniük. Még ez mekkora áldozat, gondoljunk bele, még hogyha a családunkat kellett akkor otthagyni, vagy legalábbis távol lenni tőle, hogy az ellenállás megmaradjon, és esetleg a győzelmet, vagy valamilyen eredményt elérjenek. És még egy gondolat a saját élményeimből. A gyermekeim Budapesten tanultak, így hát ne legyen albérleti probléma, vettünk egy kis lakást a Korvin negyedben. Már nincs meg, gyerekek eljöttek onnan, de nem is az a lényeg. 9 évig jártunk mi is oda a gyerekekhez, meg ott voltunk egy kicsit. És amikor vettük a lakást, azt mondta a tulajdonosa, hogy az előző évben készült egy film, amit mindannyian ismerünk, Szabadság szerelem, 56-os film. És Dobó Kata a lakásunkba, már még akkor az előző tulajdoné volt, a szobából lép ki a filmben arra az erkélyre, ami az erkélyünk volt, és ott vannak az eredeti díszletek. Tehát amikor kiléptem és megnéztem, ott még a Korvin negyed egy részét nem építették újjá, műemléki jellegű épületek, tehát nyilván nem bontják el szerencsére, tele van lövésnyomokkal. Tehát a mai napig, ha valaki elmegy némelyik utcában, ott vannak a házakban ezek a lövésnyomok. Tehát annyira velünk él, hogy én még meg sem születtem 56-ban, de ott éreztem, hogy itt hogy ropogott a fegyver, vagy mi történhetett, hogyha ennyi lyuk van a falakon, akkor az nem egy gyerekjáték volt. És az emberek ott mentek, szaladtak, és próbálták ugye kivívni a forradalmat. A Korvin köz maga volt egyébként ugye az egyik gócpont. Kisgyermek, ilyenkorú kisgyermek szobra áll ott, akik ott harcoltak, bár legszívesebben ugye a szülők hazazavarták volna őket, vagy az ott lévő fiatal katonák, de mégis ott maradtak, és persze hát hősi halált haltak a szószoros értelmében. Most erre emlékezem, ez jutott eszembe a saját élményeim, vagy szüleim, nagyszüleim élményeiből, és hogy itt lehetek, ez egy döbbenetes nagy szerencse. Úgy képzeljék el, hogy a katonákat keresték, akik leszereltek, és miért szereltek le, és miért hagyták el a laktanyát, mert hogy dezertőrök címmel, pedig a parancsnokok küldték őket haza. Édesapámnak megvolt a jegye a buszra, ami Bécsbe vitte volna. A Kossuth térről indultak a buszok Ausztriába, és már megvoltak a barátai is, hogy találkozunk reggel 8-kor, és vannak ismerőseink Svédországba, és oda megyünk majd. Hát ha ő 56-ban kimegy, és nem házasodik meg, ugye, mert hát gimnazista lány volt az édesanyám akkor, már ismerték egymást, és a szerelem erősebb volt, mint az a szabadság, hogy elmenjen, úgyhogy a film címét idézzem, és bizony itt maradt, és én megszülettem pár évvel később, és most itt lehetek. Gondoljatok vele, gyerekek, hogyha olyan érdekes a történelmünk, hogy ilyen apróságokon múlik, hogy akkor reggel felszáll valaki a buszra, és akkor megszületünk, vagy nem száll föl, és akkor, vagy akkor nem születünk meg, vagy pedig itthon marad, és lesz egy új generáció, aztán már nekem is gyermekeim, unokáim vannak, és ők is fognak emlékezni, pedig már nagyon távol lesznek 56-tól, de mégis ezek az emlékművek, amelyeknél megállunk, tényleg azt mutatja, ahogy a felület is itt láthatjuk, hogy amíg emlékezünk rájuk, addig mindig lesznek, és a történelemben mindig hősként tekintünk rájuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Az elmúlt percekben a Józsa Gergely Néptánc csoport ünnepi műsorát láthatták Horváth Gábor felkészítésében. Köszönjük szépen, és hamarosan kezdetét veszi az ünnepi koszorúzás.
Tisztelt ünneplő közönség! Én már csak megköszönni szeretném. Megköszönni szeretném a Kozár Michelinieknek, önöknek, kedves vendégek, hogy hagyományosan itt vagyunk ezen a felemelő ünnepségen, Kozár Michelinben. Ha nem lenne naptárunk, nem lennének okos megoldások, akkor is tudnánk, hogy most október van, ahogy itt vagyunk ebben az időjárásban. Tipikus őszi, októberi forradalmi időjárás, úgy tűnik Magyarországon. És ez az emlékmű méltó emlék egyben a fiatal városban a hősöknek. Hiszen ahogy elmondta Nagyváradi úr a beszédében, nem nagyon van most itt közöttünk olyan, aki felnőttként megélhette ezeket az eseményeket. Ez egy fiatal város, Kozár Michelin, és ebben a fiatal városban is fontos, hogy vigyük tovább a hősök tiszteletét, a forradalom emlékét és a forradalom példáját. Úgyhogy én megköszönni szeretném azt, hogy főhajtással megkoszorúzták a városvezetők, az intézményeink, a civil szervezetek, akik minden évben itt vannak, és a pártok is eljöttek ide Kozár Michelinben, és lerótták a tiszteletüket. Külön szeretném megköszönni a Józsa Gergely Néptánc Egyesületnek ezt az installációt. Nagyon, nagyon közel volt hozzánk, nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm Angéla és Gábor. Köszönöm Palotta, nagy-nagy tapsot. Palotai Timinek a szavallatot, köszönjük szépen, és a Kuna Vali és testvérei Egyesületnek a Térzene program keretében ezt a műsort, még amit ide elhoztak nekünk. Azt kívánom, hogy a következő években is legalább ilyen népes közösség előtt tudjuk a hőseinket tisztelni, és a nemzeti ünnepeinket megünnepelni. Nagyon szép vasárnapot kívánok, köszönöm a részvételt, és jó ünnepet kívánok a mai napra. Viszontlátásra!